Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceán túlsó résztvevőket is, azokat is, akik felvételről hallgatják képzésünket. Külön köszöntöm az igazgatókat, vezetőket és a képviselőket. Én Kuminka György vagyok, a PPH egyik vezetője. Köszönöm vezetőnknek, Szerdasik Miklósnak ezt a megtisztelő megbízatást, hogy én lehetek a mai nap házigazdája. Dunajvárosban élek, ott dolgozom, nős vagyok, két gyermekünk és három csodálatos szép unokánk van. A civil foglalkozásom eredetileg közlekedésben dolgoztam, teherfuvarozással foglalkoztunk. 2003-tól voltam és vagyok a PPH-nak a tagja, és hallgatom az előadásokat mesteremtől, és teszem a dolgomat. Abban az időben nekem egy nagyon nagy ilyen szabadságvágyam volt, mint ahogy ezt a mesterünkkel is megbeszéltük. Olyan álmaim voltak, hogy éjszaka ugye a házunk fölött, meg a kert fölött ott repdegtem, mint egy madár. Az érdekesség az volt, hogy ugyanúgy láttam a házat, a kertet, mindent, mintha tényleg fönt repdegtem volna. És ezt, amikor megbeszéltük a mesterünkkel, Szedlacsik Miklóssal, ő mondta azt, hogy ez egy nagyfajta szabadságvágy, és addig én alkalmazott voltam, hát ezt az alkalmazott életet kellett, hogy föladjam, sikerült is föladni KFT szervezéssel, és attól kezdve nagyon sokáig, több mint 20 évig ezzel a KFT-vel foglalkoztam fuvarozás tekintetében, mellette azt természetesen tanultam, és itt voltam a PPH-nál. Amióta itt vagyok, én nagyon sok mindent kaptam mesterünktől és az itt tanultaktól. Másképp tudok gondolkodni, másképp nézem az életemet, másképp nézem azokat a hatásokat, amelyek engem érnek. Ahogy mesterünk szokott fogalmazni, hogy nem ártás ez nekünk, hanem egy probléma, amit meg kell oldani. És ami feladatként, problémaként viselkedünk, akkor egész más az embernek a hozzáállása, és egész másképp teszi a dolgát, természetesen a tanultaknak megfelelően. A tudatosan változtatom és formálom az életemet, nagyon sok pozitív változáson mentem keresztül, amit szintén az itt tanultaknak köszönhetek. Én amikor idejöttem, akkor hittel jöttem ide, mert hittem azt, hogy én itt tanulhatok. Utána megkaptam a tudást, és meggyőződésem volt e tekintetben, hogy ezt én mindenképpen meg tudom csinálni, és tudom az életemet változtatni. Említettem, az egyik ilyen meggyőző tapasztalatom az volt, amikor egy ilyen képzésen, szemináriumon a dobogókő mellett a Ferenczi sziklát meglátogattuk, és akkor ott én kaptam a kezembe mesterünktől, Szerdasik Miklóstól követ, ahol ugye a Föld szívcsakrája van, és ott lehet érezni azt az erőt, energiát, amit a Föld ad. És néhány perc alatt tökéletesen megértettem ezt a fajta gondolkodásmódot és ezt a fajta lehetőséget, hiszen a kezemben tartok kövektől elzsibbadt a kezem. És ez volt az az energia, ahogy a mesterünk is elmondta, ami a Földből kiáramlik, és ez az energia épít, és dolgozik, és segíti az életünket. Olyan tanítótól vettem a tanulást, és kaptam, akinek a tanításai nem csak a mának szólnak, amit azonnal tudunk hasznosítani, de örök érvényűek is, és ezt azóta is nagyon sokat tapasztalom. Mi az előadásokat, illetve a PPH-ban tegeződve szoktuk tartani, és remélem ez nem bántó senkinek sem, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, sokkal könnyebb a kommunikáció, és függetlenebbek vagyunk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkód és boldogság specialista,
a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mestercoach, személyiség és képességfejlesztő szakember. 35 éve a boldog házasságban feleségével, két felnőtt gyermekük van. Sokat tettek azért, hogy jól tudjanak együttműködni, kiegyensúlyozott életük legyen. Én 2003 óta ismerem őket személyesen, és látom, hogy jó példát mutatnak ezen a területen is. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy a magánélete romokba hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Szedlacsik Miklós több mint 30 éve foglalkozik az emberekkel, és van saját szervezésű csapata. Kötelességtudó és felelősségteljes tanító. Ebben is példát mutat számunkra. Az évek során meggyőződtem arról, hogy Szedlacsik Miklós követendő példa, egy példakép számomra is. Rengeteg tapasztalatot szerzett az emberekkel való bánásmódban. A PPH, a Problem Prevention Holding, több mint 10 éve jól működő közösség. A vezetőnk átlagemberként kezdte, és az élet vezette a mostani útjára, amit hatalmas tanulással, kitartással ért el. A 90-es évektől nyitott a spiritualitás felé. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. A Nyílt Akadémia létrehozásával nagyon sok ember fejlődésében segített már. Korábban az anyagi területeken élte sikereket más szolgáltatással, de nincs még egy olyan ember Magyarországon, aki ugyanazzal a céggel 4 különböző területen piacvezető pozíciót tudott volna elérni, csak ő. Több különleges médiumi képességekkel is rendelkezik, többek között fentről, az égiektől kap válaszokat, információkat, amivel mind a saját, mind pedig mindnyájunknak az életét, ismeretanyagát tudja bővíteni. Küldetése az aranykor létrehozása, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek békében, szeretetben és boldogságban élni azért, hogy részt vehessenek, bekerülhessenek az aranykorba. Megkérem vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy tartsa meg a mai képzését. Köszöntsük őt nagy tapssal! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Jelenlegi világ, hogy tetszik? Nem kéne valamit tenni, hogy ne ilyen zűrös világban éljünk? Hanem valami olyan világban, ahol az ember jól érzi magát a bőrében. De nem abból a szempontból, hogy tudom én mondjuk, jó sokat költekezhet, hanem az, hogy adhat elég szeretetet. Kaphat elég szeretetet. És ez nem elcsépelt dolog. A szeretet az nem elcsépelt. Az a legfőbb energia, amit az emberek, ha nem szeretnek kellőképpen másokat, akkor nem tudnak hozzájutni. Most gondold végig, itt vagyunk mi emberek, és mielőtt leszületnénk, bevállaljuk azt, hogy milyen életünk lesz. Nyilván van szabad akarat. Amit beválasz, az a karmád. És ugye egy kérdés van a karmával kapcsolatban, hogy ugye mi a karma, nézzük meg először is. Egy olyan történés, esemény, amit vagy az előző életedben, vagy a családod, tehát ami azt jelenti, hogy úgy érted a családodat, hogy szülőd, nagyszülőd megélt és nem tudta,
tudták azt a helyzetet kezelni, és te bevállaltad azt, hogy na majd te kezeled. Na majd te megoldod. Jó? Ha meg előző életi, akkor meg ugye azt mondtad, hogy hát ha ebben nem, abban nem oldottam meg, na majd itt megoldom. Ebben a következőben. De ezt jelenti a karma. És ugye maga a karmát, aki felfedezi, hogy neki van karmája, honnan tudod felfedezni, hogy van karmád? Hát a családi karmát egyszerű felfedezni, megnézed a szülődet, megnézed a szülődnek a hibázásait, és akkor azt mondod, hogy na, vajon én ezeket a hibákat elkövetem? Ha elköveted, akkor még a karma megvan. Oké? Előző élet. Amikor nem látod azt, hogy a szüleid azt csinálták volna. Tehát nincs egy ilyen múlt, hogy szülői múlt visszavezetés. Tehát nem tudod meghatározni, hogy a szüleid csinálták, de neked csinálni kell. Tehát kapod. Hát akkor ugye egyértelműen az előző életről szól a történet. És akkor ugye itt van a karmád, és ugye egy kérdés van, hogy ugye letenni a karmát úgy lehet, hogyha már jól csinálod azt a dolgot. Vagyis már nem jönnek elő azok a problémák, mert már meg van oldva. Na most gondold végig, hogy itt vagyunk mi emberek, kaptunk leszületésünk előtt feladatokat, amit bevállaltunk. Egyébként csak úgy mondanám, hogy tök jól el voltál a létközi állapotban. A legtöbb embernek kell egy kis noszoktatás a létközi állapotból való kikerülésre, mert nem ezért születtünk, hogy a létközi állapotban legyünk. A létközi állapot, csak úgy mondanám, hogy egy virtuális valóság. Tehát mondom, virtuális valóság. Szóval ebből a virtuális valóságból úgy megpróbálták a legtöbb embert kiterelgetni, mert olyan jól el volt benne, mint a, ugye a befőtt, és akkor kikerültél, bevállaltad ezt az életedet, bevállaltad azt, hogy na majd most ebben az életedben megcsinálod, amit meg kell csinálnod, és akkor fogták, és mielőtt leszülettél volna, kitörölték a tudást. Érted? Tehát az összes tudást, ami benned volt, ezt kitörültek. Honnan? Hát nyilván nem itt testről beszélünk abszolút, hanem a lelkedről beszélünk, kitörölték a tudást. És képzeld el, hogyha a lélekből kiszedik az összes frusztrációt, tehát az összes negatív tapasztalatot, negatív megélést, egy dolog marad, és ez a kulcs, a szeretet. Méghozzá a feltétel nélküli hatalmas, mérhetetlen szeretet. Tehát még egyszer, feltétel nélküli, mérhetetlen szeretet. Na most akkor gondold végig a feltétel nélküli, mérhetetlen szeretetet, mikor látozza? Hát a negatív megélések, negatív tapasztalatok. Oké? Korlátozzák. És ha megnézed például egy olyan embert, aki nehezen boldogul a szeretet terén, akkor ugye rögtön tudhatod, hogy rengeteg negatív megélése lehetett, ami bekorlátozta az ő szeretet, mérhetetlen szeretetét. Érted? Tehát itt vagyunk mi emberek, itt van a lelkünk, amely mérhetetlen szeretetre képes, és ehhez képest, és körülnéz a világban, nem ezt látod. Tehát egy olyan világot látsz, ahol az emberek inkább,
Hát enyhén szóval ellenségesek egymással. Enyhén szóval. Tehát nem kellene valamit tenni, hogy a szeretet uralkodjon el a Földön. Hm? Tehát akkor ugye mondanám, hogy gondold végig, hogyha így logikusan végig gondolod mondjuk azt, amiről mindjárt fogok beszélni, akkor rájössz arra, hogy hát tényleg. Hát itt az elmúlt évtizedek során hányszorosára nőtt az emberiség? Gondold végig. Tehát most nem, mit tudom, az elmúlt 10 évről beszélek, hanem mondjuk az elmúlt 70 évről. Hogy hányszorosára nőtt az emberiség? Vajon miért? Vajon miért? Tehát egy ember az esetek nagyon nagy százalékában úgy születik meg, hogy beleszáll egy lélek. Hol voltak addig a lelkek? Hm? Hol voltak? Gondold végig. Parkolópályán? Egy kis része. Nem parkolópályán voltak. Hova lettek? Hol voltak, inkább úgy mondanám, nem hova lettek. Hol voltak előtte? Tehát hol voltak mondjuk 100 évvel ezelőtt, vagy 80 évvel ezelőtt? Az a rengeteg milliárd lélek, hol volt? Tehát nem lehetett létközi állapotban. Mert akkor évszázadokig, évezredekig kellett volna lenni, és akkor előtte hol voltak? Hát gondold végig, hogyha az emberiség 4000 éve emelkedik, és gyakorlatilag pár százról emelkedett föl, vagy pár ezerről emelkedett föl 8 milliárdra, akkor nem lehetett mondjuk ez a 6 milliárd, mit tudom én, élt 2000 évvel ezelőtt, hát nem volt emberiség akkora, hogy élhetett. Hát hol volt ez a rengeteg emberi lélek? Gondold végig. Hol lehetett? Akkor mondhatnád azt, hogy hát azért vagyunk ennyien, mert megkaptuk büntiként. Ennyi büntetés. Érted? Ennyi olyan lény, amelyik elkövetett valami mulasztást, vagy valami nagy mulasztást, vagy valami nagy etikátlanságot, vagy valami nagy nem szófogadást, stb. Stb. Érted? Ki van csukva? Ki van csukva? Hát akkor hol voltál? Hm? Hol voltál? Hát nem itt a Földbolygón, meg nem is a naprendszerben. Még csak nem is a Vénuszon vagy a Marson voltál. Létközi állapotban nem ott voltál. Tehát az elmúlt 100 évben születettek nagy része nem volt itt az elmúlt pár száz évben a Földön, vagy pár ezer évben a Földön. És akkor mégis hol voltál? Mit keresel itt? Na? Mit keresel? Hát ugye akkor nézzük meg a bolygónkat. Tehát ide régen kerültek azok az emberek, akik azért került, illetve azok a lelkek, azért kerültek ide, mert mit tudom én, lázadoztak azzal szemben, ami a fenti létformában van. Vagy elmulasztottak olyan dolgokat, amit meg kellett volna tenniük. Vagy etikátlankodtak. Ami azt jelenti, hogy olyan dolgokat tettek, amit
Nagyon nem kellett volna tenni. És akkor ide jöttek a földre. Miért? Mert azt mondták, hogy jó, ez a börtönbolygó. Például Ausztrália volt a börtönsziget. Vagy például Dácia volt a római birodalom börtön része, száműzött területe. Stb. Stb. Tehát vagy a Szibéria Oroszországnak. Tehát ugye egy viszonylag elszeparált területek. És akkor viszonylag elszeparált terület, a világegyetem szélén voltunk akkor, még mint a, már a Föld, és akkor fogták, azt ide küldték azokat a lelkeket, akik nem fogadtak szót idézőbe. Oké? Vagy nem tették a dolgukat, és akkor jöttek ide. Azért, hogy jobbá váljanak. Hát a börtön is azért van, hogy jobbá váljunk, nem? Nem azért lenne elvileg, hogy rosszabbá váljunk, nem? Tehát, ha ott az ember jobbá válik, nem mindenki lesz jobbá, de hát ha, ugye a szándék az ez. És ugyanúgy itt is itt az volt a szándék, hogy következő életet már ne itt töltse el az ember. Csak ugye, hát a börtönökkel is mi a baj? Hát oda bekerül egy ember, aki mondjuk először csinált életében mondjuk ártó tettet, és emiatt elítélik, és bekerül a börtönbe. És ott van a gubanc, hogy a börtönbe elnyomják. És az elnyomás hatására további negatív emlékképek rögzülnek az illetőben. Egy, kettő, rosszabb állapotba kerül. Tehát hangulatilag rosszabb állapotba kerül. Ezáltal, hogyha onnan kikerül, nem egy jó állapotú ember fog kikerülni, meg nem egy olyan ember, akinek nem lett több negatív múltbéli emlékképe, hanem sajnos olyan kerül ki, akinek több lett a negatív múltbéli emlékképe. És akkor így kerülnek ki a börtönből az emberek nagyon nagy százaléka, és ezáltal ugye, hát visszaeső lesz. Visszakerül a börtönbe. Világos ez? Miért? Mert újból elkövet valami etikátlanságot, amiért megbüntetik, és visszakerül. Na, ugyanez volt a Földünk. Oké? Csak ugye itt nem kellett visszakerülni a civil életbe, ugye, magyarul visszakerülni a felső létformába, mert oda nem kerülhetett vissza az ember, mármint a lelke, hanem hát az volt, hogy létközi állapot. A létközi állapotban az ember belátja a dolgokat, mert ugye nincs ego, és ugye visszajön az ember, hogy újból ember aki a dolgokat, de hát megint egy olyan társadalmi formába kerül vissza az ember, vagy került vissza az ember, ahol megint csak van elnyomás. Oké? És ha van egy elnyomás, jönnek a reaktív, múltbéli negatív emlékképek, jönnek a rosszabb állapotok, és az illető emiatt ugye egyre több rosszat csinál az életében. És akkor ugye megint jön a következő, hogy hát ugye elmúlás van, ezért meghal, bekerül a létközi állapotba, utána visszakerül, hogy akkor próbálja meg újból. És ez így zajlott le ezredeken keresztül. És akkor hirtelen az elmúlt 100 évtől azt határozták a fentiek, hogy na, akkor küldjünk le segítőket. Oké? Akik azt mondják lélekként, hogy jó, akkor menjünk le segíteni, mentsük meg őket. Igen ám, de te is úgy jöttél le, hogy kitörölték a tudást. Miért? Hát mert, hát gondold végig, hogyha azzal a tudással, azzal a sok millió éves tudással mondjuk bekerültél volna egy csecsemő testbe.
Biztos, hogy nem nőttél volna fel belőle, az hód biztos. Mert hogy olyan börtönbe érezted volna magad, és olyan tehetetlennek érezted volna magad, mint a húzat, ez is biztos. És inkább feladtad volna az életet. Ezért ugye bevállaltad, hogy kitörlik a tudást. És bekerültél egy családba, hát amelyik olyan, amilyen. És hát megéltél dolgokat, amit megéltél, aztán végül az lett, hogy most itt vagy felnőttként, és gondolkodsz, hogy most akkor mi is van velem? Ki is vagyok én? Az vagyok, aki az előző életben hozza a karmáját, előző életből hozza a karmáját, mármint az emberi életből, vagy az vagyok, aki lejöttem segíteni? Egyébként melyik a jobb neked? Talán el kellene dönteni, nem? Nem kellene eldönteni? Hogy melyik vagy te? Hogy aki lejött segíteni, vagy az, aki az előző életi karmáját hozza. És avval küzd, ami az előző életében karmát hozott, vagy a szüleidnek a karmájával küzdesz. Melyik az elfogadhatóbb számodra? Na most gondold végig, most visszatérve itt a jelenre. Az ember úgy működik, hogy van egy fejlődési folyamatod. Valaki ezen a fejlődési folyamaton lassabban halad, van, aki gyorsabban, van, aki időnként megáll, van, aki egy kicsit visszafordul, de némi nemű fejlődési folyamat van, hiszen az ember tapasztal. És azért a tapasztalatból még a legbutább ember is valamilyen szinten tapasztal és merít dolgokat. És valaki eljut onnan, mondjuk azt, hogy a nulláról évtizedek során a tapasztalás egy bizonyos szintjére. Akkor most te melyik vagy? Mondjuk eljutottál a tapasztalás bizonyos szintjére. Az vagy, aki 40 évvel, vagy 20 évvel, vagy 10 évvel ezelőtt voltál, vagy az, aki most vagy? Nyilván, aki most vagy, nem? Ezt most miért mondom? Mert ugyanez maga az a folyamat, amiről az imént beszéltem, hogy te ki vagy. Az, aki hozza az különböző életekből a karmát, vagy az, aki azért jött, hogy segítsen. Érted? Nem tudom, értitek-e az összefüggést? Mert tök mindegy, hogy hány életet éltél le, vagy ez az első életed. Ha most azt mondod, hogy te azért vagy itt, hogy az embereket kihúzd a szarból, érted? Akkor te ezért vagy itt. Világos ez? Mert te már nem azért vagy ezen a bolygón, amiért, ha akár, mit tudom én, három életed volt már itt, vagy öt, vagy harminc, tök mindegy. Most ezért vagy itt. Világos ez? És ugye ezt meg tudjuk csinálni együtt. Ezek meg lesznek a lépései, és ezen a bolygón, ugye ezáltal nem tud megtörténni, amit fogok mondani. Jó? Ha nem lenne ezen a bolygón aranykor, akkor ezt a bolygót meg kéne semmisíteni. De ez nem fog megtörténni. Én ezt tudom, hogy nem fog megtörténni. Mert azok, akik ez ellen akarnának tenni, hogy ezen a bolygón aranykor legyen, azt a fentiek kivonják az élők sorából. Világos voltam. Oké. Okay. És ez nem az én fenyegetésem. Én nem fenyegetek senkit. Ezt a fentiek üzenik. De még, ugye, szükség van rájuk.
Szükség van arra, hogy így alakuljon a világ, ahogy most alakul. Hogy az emberek feleszméljenek, ráeszméljenek arra, hogy nem azért vagyunk itt. Ugye a alacsonyabb szintű, tehát technikailag, műszakilag, fejlettségben alacsonyabb szintű rész, mit tudom, afrikaiak, vagy egyéb más, ugye, területen élők, azt gondolják, hogy azért vagyunk itt, hogy túléljünk. Ugye a többiek meg azt gondolják, hogy azért vagyunk itt, hogy költsünk. Tehát nem ezért vagyunk itt, hogy költsünk. Hogy minél többet keressünk, és minél többet költsünk. Nem ezért vagyunk itt. Tehát neked is dolgod lenne az, hogy ráeszméltesd az embereket, hogy nem ezért vannak itt. Tehát nem azért élünk itt ezen a bolygón, hogy minél többet keresünk, hajszoljuk a minél nagyobb keresetet, hogy minél többet költhessünk. Érted? Nem ezért vagyunk itt. Persze, semmi gond nincs azzal, hogyha növekszik a jövedelmed. De a jövedelem csak egy eszköz, nem cél. Érted? Tehát nem lehet célod, és nem lehet senkinek célja maga a jövedelem. Oké? Az csak egy eszköz. Persze azt mondja valaki most, aki hallgat, hogy eszköz arra, hogy vásárolj a fészkes fenét. Eszköz arra, hogy élj. Érted? Tehát, hogy a pénz, amihez valamilyen szinten tartozik a biztonság érzeted a stabil legyen ebben a tekintetben. Érted? Tehát, hogyha valakinek van elég pénze, akkor az nem aggódik az anyagiak miatt. Ha túl sok van, akkor már aggódik az anyagiak miatt. Érted? Ha túl kevés van, akkor is aggódik az anyagiak miatt. Ezért ugye az a jó, ha nem is kevés, de nem is túl kevés, meg nem is túl sok. Ha nem azt jelenti, hogy elég. Oké? Akkor nincs min aggódni. És akkor onnantól kezdve, hogyha elkezd az ember ilyenfajta módon működni, akkor lehet egy nagyobb célja. Érted? Tehát egy olyan társadalmi forma, ahol az emberek képesek arra, hogy szeretetben együttműködjenek. Na most ahhoz, hogy az ember szeretetben tudjon együttműködni, az nyilvánvaló szükség van arra, hogy képesek legyünk az élethelyzeteinket helyesen kezelni. A problémákat megelőzni, ha jön mégis egy megoldani. Nyilván jövőben ugye a probléma megoldás abból fog állni, hogy nem neked lesznek problémáid, hanem a környezetedben lévő embereknek. És te tudsz nekik segíteni abban, hogy ők megoldják a problémáikat. Világos ez? Hogy a célokat megvalósítsd, és hogy ezekben tudjál másoknak segíteni. Tehát gondold végig, inkább kérdezem, kinek volt az életében már bármilyen problémája? Tegye már fel a kezét. Oké. És amikor bármilyen probléma volt az életben, attól piszok, jól érezted magad? Nem. Hát tehát nézd meg, nézd magadba, a probléma az mit csinál? Mit csinál az emberrel? Lehúzza, nem? Húz lefele. Sőt, olyankor, mikor sok probléma nehezedik rád, akkor még a munkakedved is elszáll, nem? Így működünk, de vald be önmagadnak. Vald be. Még a munkakedved is elszáll. Olyankor az ember inkább csak pihenni akarna, nem? Mert az energiája, mint a hús, elszállna. Hát most gondold végig, hát az emberek ugyanúgy, mint mi, problémákkal küzdöttek az életükben, meg küzdenek is az életükben. Hát de ez a jó.
Hát ez úgy működik, biztos már akik itt tanultok, ezt meg tudjátok erősíteni, hogy régen volt egy problémád, lehúzott. Most, ha jön egy olyan jellegű probléma, az már nem húz le, mert van hozzá tudásod, és egyszerűen azt mondod, hogy hopsz, ez egy feladat. Semmi gond, mivel tudom, hogy kell megoldani, fogom, azt megoldom. És már is nem húz le. Nem így van? Tehát a tudás az feladattá teszi a problémát, de egy probléma olyan, hogy az csak addig jön, míg te nem tudod megoldani. Mert a problémáid azok nem csak úgy jönnek, hanem azt létrehozzák. És jellemzően, te azt gondolod, hogy emberek hozzák létre, persze az emberek a probléma létrehozó közvetítők, tehát ami azt jelenti, hogy ők közvetítik a problémát. Tehát azért tűnik úgy, hogy emberek hozzák létre a problémát, mert megszervezik fentről, hogy bizonyos emberek neked létrehozzanak problémát. Világos voltam? És onnantól kezdve, ha te ezt a problématípust tudod kezelni, akkor nem jönnek olyan emberek, akik létrehoznak neked problémát. Érthető ez? Mert már azt tudod kezelni. Sőt, akkor küldenek olyan embereket hozzád, akik ugyanazzal a problémával küzdenek, amit te már meg tudsz oldani. Azért, hogy hasznos tanácsokkal tudjál neki vagy nekik segíteni. Oké? Tehát ugye ez viszonylag egyszerű dolognak tűnik, nem kell ebbe hinni, én ezt tudom, hogy így működik, te meg mit hiszel, nekem az mindegy. Szóval lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és itt vannak az emberek teli problémával, és itt vagyunk mi PPH-sok, akik tanuljuk, hogy a problémákat hogyan oldjuk meg. És én még ugye nem találkoztam az elmúlt 10 évben, vagy 11 évben olyan problémával, amit nem lehetett volna megoldani. Amire nem volt megoldás. És ezáltal tudunk segíteni másoknak, hogy megoldják a problémáikat. És ha, ugye miért csináljuk ezt az egészet? Hát azért csináljuk, ezt ugye erről ma már beszéltem, de ismétlés a tudás anyja, hogy visszakerülhessünk oda, honnan jöttünk. Tehát mi emberek visszakerülhessünk oda, honnan jöttünk. Nem mint emberek, hanem mint lelkek visszakerülhessünk oda. Ez egy magasabb rendű, felsőbb létforma. Tehát magasabb rendű létforma. A magasabb rendű létforma az az angyallal kezdődik. Jó, tehát minimum angyal lehess. Érted? Az a minimum. De lehetsz akár, mert úgy jöttél le, hogy arkangyal voltál. Vagy akár annál magasabb szintű létforma. Érted? És hát most gondold végig, mondjuk, mennyit tudhat egy arkangyal, mondjuk hozzánk képest. És akkor felvetődhet ez a kérdés benned, hogy hát honnan szerezhetné egy pár életből annyi tudást? Hát nem is a pár életből szerzett. Hát ugye ott van, hogy elme. Ahhoz rakjál még hozzá egy N betűt, meg egy T betűt. Jó, ehhez a szóhoz, hogy elme. Ha egy N betűt, meg egy T betűt hozzáraksz, akkor mi lesz belőle? Elment. Oké? Az azt jelenti, hogy el van mentve. Tehát minden, ami ide bekerült, meg benn volt, valaha, az el van mentve. Oké? Minden tudásod, amit megéltél a teremtés óta, a teremtésed óta, a lelked teremtése óta, amit megéltél, az minden el van mentve. És azt vissza tudod kapni. Ha visszakerülsz a felső létformába. Érted? Mit tudom én, mondjuk te vagy egy 1,5 milliárd éves lélek, akkor 1,5 milliárd év tudását vissza tudod kapni. Ha ezt most visszakapnád emberként, tuti beleőrülnél.
De lélekként ez nem így működik. A lélek az korlátlan tudásra képes. És lélekként tudsz, ezt ugye már mondtam, tudsz úgy tanulni, hogy az információt meghallod és megvan. Érted? Nem kell még egyszer hallani, vagy még kétszer, vagy még háromszor, vagy még ötször, hogy bemenjen. Hanem megérkezik az információ, és ott van az rendelkezésed rááll, ugyanolyan formában, ugyanolyan mértékben, mennyiségben. Világos voltam? És nincs olyan, hogy ne tudnál bármennyi tudást elsajátítani. Nem létezik. Tehát lélekként ez nem létezik. Csak olyan létezik, hogy bármekkora tudást képes vagy befogadni lélekként. Emberként ez természetesen nem, de lélekként igen. Tehát vissza tudunk kerülni oda, de itt nem lehet más, csak az, hogy visszakerülünk. De hogy kerülhetünk oda vissza? Ha képesek vagyunk arra, hogy pontos különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. És ne akarjuk a jót megváltoztatni rosszá. Érted? És ne akarjunk a jóból rosszat csinálni, mert ezt is tudni kell, és azt is, hogy milyen különbségek vannak a kicsit jobb vagy kicsit rosszabb között, és olyat tegyél, ami a legnagyobb jót szolgálja. Ma a legnagyobb jó a következő. Te önmagad, a családod, egy közösség, amiben benne vagy, az emberiség, aminek része vagy, az élőlények, az élettelen dolgok, ami létezik a világegyetemben, minden élettelen dolog, azon kívül a lélek, a szellem, a tudás, és azon kívül a teremtő. Ezt a nyolcat kell szolgálni a lélek cselekedetének. Világos ez? Ezt a nyolcat. Ezt kell már itt tanulni a földi létünkben, hogy képesek legyünk ennek a nyolcnak az érdekében tenni. Tehát amikor teszel, a nyolc érdekében cselekedj. És az embernek meg kell tanulni emberként ezt a fajta működést, hogy lélekként már ezt tökéletesen művelje. Érthető ez? Tehát, hogy képes legyél arra, hogy amikor teremtesz, akkor az a legnagyobb jó érdekében történjen, mint amit a jó Isten csinál. És ne az legyen, hogy mint amit most az ember csinál. Tehát van bennünk egy olyan lélek, amely sokkal nagyobb teremtői képességekkel rendelkezel, mint ameddig eddig bármit mástól hallottál a lélekkel kapcsolatban. Tehát a lélek, ami benned van, az eszméletlen teremtő erővel bír. Illetve bírna, ha tudná, hogy hogy kell azt csinálni. De egyet biztos tud, hogy amit gondolatban, a jövővel kapcsolatban, jövőbeni prognózist állítasz föl bármivel kapcsolatban. Tehát ami azt mondja, hogy mi lesz a jövőben, ez lehet negatív vagy pozitív dolog, teljesen mindegy, kicsit negatív vagy nagyon pozitív, mindegy, vagy nagyon negatív vagy kicsit pozitív, mindegy, azt te teremted. Így is, úgy is. Oké? És ez a teremtő képesség, ez benne van mindenkiben. Hát a rombolást azt nem kell tanítani. Ha végig gondolod, a rombolást senkinek nem kell tanítani. Valahogy rombolni mindenki tud, nem? Hát nem kell csak csapkodni, nem? Aztán már avval rombolunk. Nem sok ész kell a romboláshoz.
Tehát rombolni mindenkit. És a világegyetem így működik, hogy minden értelmes lény tud rombolni. A teremtést viszont elő kell készíteni olyan gondolatokkal. Oké? Okay? Tehát a teremtéshez szükséges, hát különböző összetevő, például a tervezés is. A romboláshoz nem kell tervezni, csak oda mész, az törzúzol, kész. Tehát ugye maga a teremtés az sokkal összetettebb dolog, mint a rombolás. De miért fontos ez? Azért, mert ugye a teremtést azt meg kell tanulni. Érted? És ugye annak alapján kell megtanulni, hogy ez a legnagyobb jó, ez érvényesüljön. És ha megnézzük, akkor ugye úgy nehéz tanulni, hogy közben kapod az elnyomásokat. Ugye elég nehéz tanulni. Tehát ugye vannak itt olyan párok, akiknek például a párja nem támogatja az ő fejlődését. Hát úgy nehéz tanulni, gondold végig. Vagy a családtagjai nem támogatják az ő tanulását, fejlődését. Nehezebb tanulni, mint sokkal nehezebb tanulni, mint hogyha ez a támogatottság megvan. Vagy például, mit tudom én, az ismerősök, barátok, vagy a munkahelyen a kollégák ferdeszemmel néznek arra, hogy te tanulsz, fejlődsz, érted? Hát úgy nehezebb tanulni, mint hogyha ez nem lenne. Ezeket úgy nevezhetnénk, hogy elnyomások. Tehát most gondold végig, hogyha valaki a jót, a javulást, a fejlődést nem támogatja, az nem elnyomás. Az nem éppen elnyomoskodik az illető. Gondold végig. És most akkor nézzük tovább. Most gondold végig, hogy a világegyetemben van ugyanúgy jó és rossz, mint ahogy itt a Földön. Tehát ami kicsiben, az nagyban. Ami nagyban, az kicsiben. Most, ugye itt járunk egy Föld nevű iskolában, és tanuljuk, hogy hogy kell jóvá válni, és tanuljuk azt, hogy hogy kell különbséget tenni a jó és a rossz között, és hogy a legnagyobb jó érdekében tegyünk. És akkor ugye fölkerülünk, mondjuk, mert megtanuljuk ezt, és fölkerülünk a felsőbb létformába. De a felsőbb létformában is van jó és rossz. Csak nem egy terem belül. Ugyanúgy, mint ahogy, ha megnézed, ezen a terem belül nincs rossz. Nincs rossz. Itt csak jók vannak. Ugyanúgy te is fölmész egy olyan közösségbe majd, felső létformába, ahol csak jók vannak. Igen ám, de kívül vannak rosszak. Érted? Ami azt jelenti, hogy a felső létformának is vannak ellenfelei, ellenségei. Ahova felkerülünk, a negatív létformák. És a negatív létformáknak különböző szintjei. Akikkel szemben ugyanúgy lépni kell, mint ahogy most meg kell tanulnod lépni az elnyomókkal szemben. Érted? Hogy kell lépni velük szemben? Hogy legalább úgy, hogy tudod őket kezelni. Érthető ez? És nem hatnak rád. Tehát gondold végig, mindent, amit itt megtanulunk a földi létünkben, azt tudnád használni odafönt. Mert kell. Mert ugye a fenti létformában nem csak jó van. Jó, egy téren belül csak jó van. De például most itt van ez a bolygó, és erre a bolygóra pályáznak a jók, és pályáznak a rosszak. Érted? Sőt, a rosszak itt vannak a Földben.
Most akkor onnantól kezdve gondold végig, hogy még itt a Földnél is kettős hatalmat látsz. Látod a Jóistennek a hatalmát, és látod a mérhetetlen gonosznak a hatalmát. Itt a Földön. Ugye az a különbség, hogy az egyik az a mennyekben van, a másik meg a pokolban, a Föld mélyén. Tehát nem véletlenül ugye ez a mennyek, meg a pokol. És ha fölkerülünk ugye a fenti létformába, akkor is fogsz találkozni gonosz lelkekkel, csak nem egy téren belül. Ugyanúgy, mint itt a PPA-nál nem fogsz találkozni gonosz lelkekkel. Érted? Mert nincsenek. És ugye kezelni kell tudni majd azokat a létformákat is. És hol tanulod meg majd ott? Ott már nem tudod megtanulni. Itt kell megtanulni a földi létben. Érted? Kapunk ebben kapcsolatban nem kis segítséget, soha nem látott segítséget nyújtanak fentről, de akkor is, ha mi nem tesszük meg a dolgunkat, akkor ők segítsége semmit nem ér. Értitek? Szeretném tanácsolni nektek ezzel kapcsolatban azt, bár ez egy tanítás, lehet, hogy nem tanácsolom. Nem tanácsolom. Majd a képzésben tanácsolom. Jó? Mert ismered azt, hogy tanítják különböző vallások és nem vallások a meditálást. Jó? És ebben lett volna kapcsolatban a tanításom, de nem fogom most tanítani, mégis meggondoltam magam. Szóval a lényeg az, hogy ugye olyan információkhoz jutunk a tudással kapcsolatban, ami felkészítés mindenki számára arra, hogy szépen fokozatosan bekerülhessünk majd a felső létformába. De ez mit jelent? Ebben az életedben. Tehát nem egy másikban, ebben az életedben. Tehát nincs ez olyan messze, ha jobban végig gondolod, mert ezt ebben az életedben tudod megtenni. Oké? Na de mi szükség van arra, ami most van a világunkban? Hát ugye már réges-rég tanítom, és megfigyeltem azt, hogy az emberek, a legtöbb emberek úgy válnak, hogy is mondják ezt? Nem nyitott, hanem mi az? Hogy nyílnak? Nem nyitott, nyílnak, úgy nyílnak meg. Tehát mondhatjuk, hogy kicsit úgy nyíl ki a harmadik szemük. Tehát úgy nyílnak meg, hogy valami gond, nagy gond van. Tehát nagy gond van az életükben. A legtöbb ember. Tehát ez olyan, mint mikor valaki kútba esik, belesik egy mély kútba, és amikor kiabál és nem jön segítség, akkor elkezd fohászkodni a Jóistenéhez. És akkor valahogy a Jóisten segítséget küld neki. És felfedezik, hogy ő ott a kútban van, és akkor kimentik. Nyilván nem a Jóisten fogja közvetlenül kimenteni, hanem a valamilyen embert küld oda, hogy az kimentse. Tehát ugyanez van az emberekkel, hogyha olyan nagy problémába jutnak, na akkor keresnek az anyagiakon túl valamilyen másik megoldást. És ez a világ, ami most van, ez pont azt hozza, hogy az anyagiakon túl valamilyen másik megoldást keressenek az emberek. Érted? És ez fontos, hogy ezt tudjuk. Tehát, hogy gyakorlatilag ennek, ami most van, ennek lennie kell. Ami most van a világban, ennek lennie kell. És azt tudnod kell, hogy ha te jól csinálod a dolgod, akkor te biztonságban vagy. Érted?
Tehát akkor veled nem fognak olyan dolgok megtörténni, amit más emberekkel meg fognak történni. Tehát ezt tudnod kell. Tehát ha teszed a dolgodat, jól csinálod a dolgodat, akkor te védelem alatt állsz. Érted? És ez így van. Tehát nem kell attól tartanod, hogy mi lesz akkor, ha ez lesz, hogy mi lesz akkor, ha az lesz. Nyilván bizonyos lépéseket majd neked is meg kell tenni, de ha lenne olyan helyzet, de akkor is te védelem alatt állsz. Világos ez? Tehát nem kell ilyen dolgoktól tartani, mint amit időnként hallom, hogy tartotok. Oké? Szóval lényeg az, hogy, na nézzük, haladjunk. Itt lenni kell egy aranykornak 2035-re ezen a bolygón. És ezt meg kell csinálni. Néztem utána például annak, hogy meddig volt a spanyol nátha. A spanyol náthát 2 évre tették, 18-19, tehát 1918-19. Akkor tombolt. Ha megnézed, lassan lejár a 2 év, nem? Jó, csak ott a spanyol nátha után nem volt még spanyol nátha 2, meg 3, meg 4, nem? Tehát ott valahogy az elmaradt. Most mintha lenne, nem? Érdekes mód. Ebben kapcsolatban egy kis furcsaság, na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy van egy lelki fejlődés. Ezen a lelki fejlődésen végig kellene menni. És ha megnézed, most lehet a lelki fejlődés terén egy újraindítás. Mit jelent az újraindítás? Egyes szint. Ezt jelenti. Nézd meg, hogy a társadalom nagy része az lekerült a túlélés szintjére. Oké? Tehát nem működött az, hogy sokan azt képzelték magukról, hogy ők önmegvalósítás szintjén vannak. De tényleg, vagy elismerés, vagy a valahova tartozás szintjén. Sőt, olyanok is voltak, akik azt gondolták, hát ő már küldetés szintjén van. Gondoltam, persze. És akkor most tudod, mi lett? Ledobták őket a túlélés szintjére. Jó, akkor. Újraindítás, mint a számítógépet, mikor újraindítják. Mikor nagy kavarodása van a gépnek, akkor fogod, azt újraindítod. Például a telefonon nagy kavarodás van, fogod, újraindítod, azt megjavul. Újraindítás van. Lekerültek az emberek tömegei a túlélés szintjére. Oké? Szó szerint olyan félelmet ébresztettek bennük, hogy a túlélés szintjére lezuhantak. Tehát ugye ez a legalacsonyabb szint. Hát most gondold végig, miért kell az embereket leküldeni oda? Hát hogy végig menjenek rajta a többi lépésen. Érted? Tehát, hogy megéljék, hogy mi az, hogy túlélés, mi az, hogy biztonság, mi az, hogy valahova tartozás, elismerés. Szépen a lépcsőkön lépjenek, vagy létrán lépjenek följebb. Egyre följebb és följebb. Érted? Leküldték őket. Ami annyit jelent, hogy még aki maradt, és itt van, azok is le fognak oda jutni. Jó? Csak úgy mondanám. De tényleg. Tehát még nem kifelé jövünk ebből a kérdésből, hanem befele megyünk. Sajnos. Vagy hála Istennek. Inkább azt mondanám. Tehát azok az emberek, akit most látod mérgezett egérként szaladgálni, hogy vásárolnak karácsonyra, érted, már hónapokkal ezelőtt, hogy karácsony volt, vagy lesz, azok hamarosan itt lesznek. Oké? Majd nézd meg a következő karácsonyt, jó?
mondom előre. Most gondold végig, ötös évben volt a világ, számmisztikát most tanuljuk, ötös évben volt, és most jön a hatos év. Négyes évvel kezdődött a probléma. Ugye három negatív számunk van, a kettes, négyes, hatos. Oké? Három pozitív számunk van, a hármas, az ötös, meg a nyolcas. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy a pozitív számon most leszünk túl, pár hét és túl vagyunk rajta. És jön a negatív év. Oké? Nem nekünk lesz negatív, hanem a többieknek. Nekünk nem lesz negatív. Hát nekünk a növekedés szempontjából a négyes év nagyobb növekedést csinált százalékosan, mint az ötös év. Oké? Tehát a jövő év az olyan lesz, hogy vakargatják majd az emberek a fejüket. Ami azt jelenti, hogy rengetegen fognak nagyon nehéz anyagi helyzetbe süllyedni. És már nem csak úgy fogják érezni a túlélést. Most gondold végig, társadalmi szinten süllyesztik az embereket a túlélés szintjére. Sokan ezzel kapcsolatban meg azt mondják, hogy mit érdekel engem a túlélés, hát tele vagyok lóvéva, azt kötekezek. Aha. Na akkor jövő év majd arról szól, hogy fogsz-e tudni költekezni. Nem te, aki itt vagy, hanem a többiek. Oké? Tehát ezzel kapcsolatban, ugye, én magam gazdasági szakembernek is tartom, mert hát, ugye, gazdasági szakemberként működtem egy jó pár évig, ugye, elég sokáig. Tehát elég sokáig. Azelőtt, amit most csinálok. Tehát lényeg az, hogy tudom, hogy alakulnak a dolgok, és mi várható, amit nem tudok, azt megsúgják fentről. Szóval lényeg az, hogy ha téged megnézlek, aki itt tanulsz, akkor minimum azért vagy itt, mert biztonságban voltál, biztonságban érezted valamilyen szinten magadat, nem hiszem, hogy a túlélésért küzdettél, és ahogy ide kerültél, bekerültél egy csapatba, főleg, hogyha jársz közénk, akkor már vagy egy valahova tartozás szintjén. És az azért megnézed, már jóval magasabb a túléléshez képest. Tehát, de lehet, hogyha végig gondolod az életedet, akkor lehet, hogy volt túlélés szintjén az életed valamilyen része, megélted, sőt ugye a biztonságot is, de most már az átlaghoz képest jócskán feljebb vagy. Főleg, hogyha már szervezel is, és elismerésben is részesülsz, sőt úgy szervezel, hogy már a csapatodban is vannak olyan emberek, akik elismerésben részesülnek, akkor már ezen a szintjén is vagy a lelki fejlődésnek. Tehát ami azt jelenti, hogy előrébb jársz jóval a többi lényhez képest, tehát többi emberi lényhez képest. És ezt most miért mondom? Azért, mert hogy átlásd, hogy kell lenni egy lelki fejlődésnek. Tehát az kerülhet be az aranykorba, aki hatodik lelki szintre felkerül. És az tevékenység nélkül, aktív tevékenység nélkül nem működik. Tehát ugye mit mondtam az imént? Azt tanítottam az imént, hogy rengetegen ugye úgy jöttek le, hogy segítenek másoknak kikerülni ebből a börtön működésből. Tehát ez olyan, mint hogyha mondjuk te itt tanulsz, coach leszel, és akkor azt mondanák, hogy jó,
akkor menjél be egy börtönbe tanácsokat adni az embereknek. Érted? Most körülbelül ezt az életet vállaltuk föl. Ebbe az életünkbe, de tényleg. Hogy itt vagyunk egy börtönbe, és segítjük az embereket abban, hogy ha kikerülnek a börtönből, meg már itt a börtönbe is, jobban boldoguljanak, könnyebben boldoguljanak. Érted? Tehát lényeg az, hogy de ez tenni kell. Tehát nem elég az, hogy ó, hát én olyan fantasztikus, okos ember vagyok, hogy én már nekem semmit sem kell tenni, mert csupán csak megteremtem a gondolataimmal. Tehát ez nem így működik. Érted? Tehát cselekedni kell, és a cselekedet az nem mástól függ, csak tőled. Tehát azt értsd meg, hogy nincs tovább lépés erről a hármasról, ha nem indítod el a saját magad elismerését. Érted, hogy kapj elismerést itt kint a színpadon. Majd a következő fokozata az elismerésnek az, hogy a csapatodban már vannak olyan emberek, akik elismerésben részesülnek. És ezáltal, mint amit láttatok itt, ugye, mikor lejöttek a színpadról az elismert emberek, hogy a többiek elismerték őt, főleg azok a személyek, akiknek a csapatában vannak. Érted? Tehát ezt meg kellene élned, ez a következő fokozat. Tehát nem kell félni az elismeréstől. Tehát az, hogy te elismerést kapsz, az az élet természetes része. Az, hogy te elismerést adsz majd embereknek, az is az élet természetes része. De érdekes módon úgy tanuljuk meg, hogy először kapunk elismerést. Érted? És utána abból megtanuljuk, hogy hogyan kéne elismerést adni másoknak, mert a kutya se tanított meg erre minket. Érted? Tehát ezért ugye a saját bőrünkön éljük meg az elismerést, és akkor már könnyebben adunk elismerést másoknak. Pedig ugye az van, hogy adj, kapsz. Tehát adok, kapok. De mégis az elismerésnél hogy tanuljuk? Kapod az elismerést, és ebből megtanulod, hogy te is adjál elismerést másoknak. Világos ez? Jó, és nyilván utána pedig jön majd az a rész, mikor az elismerésen túl vagy, hogy képes vagy arra, hogy a tudásodat átadd az embereknek. Érted? Nem csak egyesével, hanem akár csapatosan. Tehát sok embernek egyszerre. És az már az ötös, az önmegvalósítás. De hol a manóba lehetne ezt máshol megcsinálni? Csak úgy kérdezem. Tehát ahhoz, hogy képes legyél a küldetés szintjére jutni, ahhoz, ha oda feljut a hatodik lelki szintre, akkor el tudod vonatkoztatni magadat az anyag hajszolásától. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy nem az anyag lesz a számodra fontos az életedben, hanem az, ami itt bent van. Érted? És az, ami a mások fejébe bekerül, az lesz a fontos. Érted? Nem ami bent van mások fejébe, ami bekerül mások fejébe. Rajtad keresztül. Az lesz a fontos. Érted? És nem is értem, hogy miért nem követitek kellőképpen azt az elvet, amit én már felfedeztem 91-ben, ami nem most volt, 30 éve. Tehát 30 évvel ezelőtt felfedeztem, akkor voltam 30 éves. Hogy ha én olyat nyújtok az embereknek, amire az embereknek szükségük van, akkor én sem járok rosszul. Érted? Ez egy olyan alapelv, amit lehetne követni egy az egybe.
Tehát egy olyan alapelv, amit hogyha követnél, akkor soha nem lenne gond az anyagiakkal, egy, kettő, soha nem lenne gondod többet az emberekkel. Érted? Tehát mind a két oldal megoldódna, a szellemi oldal is, ugye az emberek a szellemi oldal, az anyaggal kapcsolatos dolgok is megoldódnának. Na most nyilván ez azt jelenti, hogy el kell indulni egy úton, az út pedig nem feltétlenül az alkalmazotti lét. Érted? Tehát nem az, hogy minden áron megmaradni annál a létformánál, amit a legtöbb ember gyakorol, hogy bérből és fizetésből ér. Érted? Hanem egy olyan fajta vállalkozás, ahol ugye egy nagyobb vállalkozási formában gondolkodva szabad vállalkozást űzni, mondjuk a szervezésből. Érted? Tehát alkalmazottként, ha megnézed, az alkalmazotti lét valahogy egyre nagyobb csapdába kerül, nem? Tehát mintha egyre nagyobb korlátozások lennének az alkalmazottak környékén, nem? Mert most nem csak adó, hanem bármilyen téren látható. Látni már, hogy ugye az állami alkalmazottak esetében milyen intézkedéseket foganatosítottak, gondold végig. És már ugye vannak olyan munkáltatók is, amelyik olyan szabályokat hoztak, mint amit az állami cégek. Tehát elég nagy korlátozások vannak az alkalmazotti létterén. Tehát a jövő az nem az alkalmazotti lét, hanem egy kicsit kitágítani a nyitottságodat az emberek irányába, és ugye szépen lépésről lépésre, egy kicsit most fölgyorsítva ezt a tevékenységet, belépni az alkalmazotti létformából az üzleti létformába. És akkor ráadásul még, ha valaki alkalmazott, és mellette nyit egy vállalkozást, az még kedvezményezett is. Oké, tehát hát az lenne a lényeg, hogy elindulj egy, ne csak ugye egy látszatfejlődés, hogy na akarok végigmenni a lelki fejlődésen, annak fizikai lépései is vannak, érted? Tehát egy olyan világban élünk, ahol tenni kell azt, amit meg kell tenni, érted? Meg kell lépni azokat a dolgokat, akkor meg kell lépni azokat a dolgokat. Na jó, mindegy. Haladjunk. Tehát itt megnézve a azt mondja, a hetedik lelki szintet, azt már az aranykorba érjük el. Érted? Nem itt a mostani társadalmi formában. Tehát azt kellene mindenkinek megérteni, hogy egy olyan foglalkozást kellene űznöd, és a családodat úgy kellene bevonnod, hogy minél kevesebb elnyomást kapjál, addig is, míg nem lesz aranykor. Hát ezen gondolkozz el egy kicsit. Tehát mennyire frusztrálnak téged emberek? Tehát mennyire tesznek zaklatottá emberek? Munkahelyeden? Vagy a családban?
Gondold végig. Tehát ugye a családot nem lecseréljük, munkahelyet azt le lehet, az semmi gond nincs vele. Hanem a családnál elérjük, hogy ők is fejlődjenek. Tehát, hogyha valakivel nem jössz jól ki a családban, akkor hozd el tanulni. Tényleg. Nem viccelek, komoly. És azt fogod meglátni, hogy utána elkezdesz vele jobban kijönni. Ez van. Jó, tehát kérdezd meg tőle, hogy szeretnéd, hogy jobb kapcsolatban legyünk? Komolyan? Igen. Akkor én meg szeretném, hogy jöjjél velem tanulni. Oké. Okay. De tényleg, miért? Mert azt szeretném, hogy ott ülj mellettem, mikor én tanulok. Oké. Okay. Komolyan mondom. Tehát lényeg az, hogy kezd el a családot bevonni. Na most nyilván a munkahelyen nem ez a helyzet. A munkahelyen is vannak emberek, akik zaklatottá tudnak tenni. Főnököt, stb. Stb. Hát ugye azzal azt lehet csinálni, hogy egyre kevesebb energiát raksz bele a munkahelyedbe. Majd végül kiveszed onnan az energiáidat. Amikor eljutsz oda, hogy már meg tudsz élni mondjuk a szervezésből. Érted? Tehát ami annyit jelent, hogy nem lehet úgy dinamikusan fejlődni, hogyha kapod az aklatásokat. Érted? Tehát felzaklatnak a munkahelyen, vagy felzaklatnak a családtagok. Barátok nem nagyon tudnak felzaklatni, mert akkor legfeljebb nem kommunikálsz velük, azt ennyi. A rokonok se tudnak felzaklatni nagyon, mert azokkal se kommunikálsz, ha nem akarsz. De a munkahelyen nem tudod megcsinálni, hogy nem kommunikálsz ott emberekkel. A családban nem tudod megcsinálni, hogy nem kommunikálsz a közvetlen hozzátartozóiddal. Érted? Tehát gondolkozz el azon, hogy egyszerűen egyre inkább meg kell teremteni azt a környezetet saját magad számára, ahol egyre kevesebb zaklatást kapsz másoktól. Érted? Ahol nem idegesítenek állandóan. Mert amikor felidegesíted magadat, akkor addig az ideig, ameddig tart ez a felidegesítés, addig elveszted a tudásodat, érted? Visszaesel. Addig nem tudod használni azt, amit tanultál. Sajnos ez a helyzet. Tehát ezáltal ugye az ember próbálja kerülni azokat a helyzeteket, akik fel tudják őt idegesíteni. Érted? Tehát magyarul mész afelé, amit régen úgy oldottak meg a régi emberek, hogy tudom én, bementek egy kolostorba. Nálunk a kolostorba vonulás, ez a PPA kolostor. Most itt vagyunk a Lurdi ház PPA kolostor termébe. És milyen jó, mert nem halljuk azt a sok sületlenséget, ami kint van a világban, nem? Most gondold végig. Ugyanúgy a kolostorban lévők nem hallották azt a sok sületlenséget, ami akkor volt a világban, amíg sokkal kevesebb volt, mint ma. Jó, szóval lényeg az, hogy neked kell megtenned lépéseket, jó? Tehát neked kell azzal elgondolkodni, hogy kicsit lépni a következő lépést, érted? Tehát, hogy nem biztos, hogy elég, hogy csak itt tanulsz, hanem nézzük meg akkor, mit tehetek annak érdekében, hogy majd a jövőben meglépjem ezeket a lépéseket, és ne túl távoli jövőben. Tehát azt, hogy a családod ott van melletted, ha már ott van, akkor az rendben van, ki van pipálva, vagy azt, hogy a munkahelyed ne az legyen, mint ami most van. Érted?
Tehát ez mind tőled függ, és nem mástól. Tehát tőled függ. De én tudom, hogy ezt meg tudod csinálni, ha csinálsz egy olyat, hogy megnézed, mi a küldetésed, és a ugye most tanuljuk a személyiségfejlesztő kócson, hogy mi a küldetés, és hogy hogy lehet azt megvalósítani. Megnézed, hogy mi a küldetésed, és kitűzöd fő célként az életedben. Jó? Tehát fő célként. És akkor onnantól kezdve senki nem született a rossz küldetéssel. Senki. Mindenki csak pozitív küldetéssel született. Senki nem született negatív küldetéssel. Na most akkor képzeld el ehhez képest az emberek. Vajon mennyire teljesítik be a küldetésüket? És mindenki képes arra, hogy a küldetését teljesítse. Mindenki képes arra. Tehát nincs olyan, hogy én már erről lecsúsztam. Nincs ilyen. Mert ha lenne, ha ezt gondolná valaki, hogy lecsúsztam, akkor fogják a fentiek, azt leoltják annál az illetőnél a lámpát. Érted? És vigyázz ebben a lámpaoltással, mert rád fogják, hogy Covid-ba haltál meg. Simán. Úgyhogy egy olyan világot élünk. Szóval a lényeg az, hogy várunk mindenkit szeretettel, aki szeretné fejleszteni a saját tudását és ezáltal az életét. És szeretne ebben másoknak segítségére lenni, oly módon, hogy bárki számára ez elérhető. És ugye sokan azt gondolják, hogy a díjmentes képzés az elég. Már én hallgatom a Miklost már évek óta. Most azért úgy megkérdezném tőletek, úgy alapvetően hol vannak az érdekesebb dolgok, a díjmentesbe, vagy a képzésekbe? De hangosabban mondjátok. Képzése. Hát hallják majd tudod, a videót hallgatók is. Még egyszer, akkor hol? Képzésekbe. Jó. Oké, köszönöm szépen. Tehát a képzésekbe. De miért? Mert ott vannak felismerések, nem? A felismerésekre meg vannak módszerek, nem? És kap az ember esélyt arra, nem kicsit, hogy az ember képessé válik arra, hogy azt a okot megszüntesse. Nem ezért? Tehát ami annyit jelent, hogy óriási felismerései tudnak az embernek lenni, avval kapcsolatban, hogy mik azok a gátak, amiket képesek vagyunk feloldani. És tényleg bárki képes ezeket a gátakat feloldani. És most pont ilyen képzésünk van, hogy mit tudom én, te megtanulhatod azt, ha itt tanulsz, most ebben a személyiségfejlesztő coachban, hogy mit tudom, leülsz valakivel, és mondjuk 5 percen belül meg tudod azt neki mondani, hogy mik azok a gátok az életében, ami akadályozza abban, hogy sokkal, de sokkal eredményesebb legyen. Érted? 5 percen belül. Mert ugye ezt látjuk bizonyos dolgokból, hogy milyen gátok vannak, és pont ilyen dolgokat tanulunk. Tehát olyan dolgokat, ami ahhoz kell, hogy az ember feloldja magában a gátokat, amik akadályozzák az előrehaladásban, és sokkal könnyebben haladhass előre az életedben. Illetve, ha egy embernek tudsz ebben majd segíteni, ő is előrébb haladjon az életében. És most ugye kérdezném, hogy vajon egy családtagodnak, csak úgy kérdésként mondom, aki most éppen nem támogat téged abban, hogy tanulsz, esetlegesen nem lenne fontos az, hogy a saját gátjait feloldja?
nem a tiédet, mert a te gátaidat te tudod föloldani, a saját gátjait, ami abban akadályozza, hogy könnyebben haladjon az életben előre, könnyebben boldoguljon bármilyen élethelyzetben, mondjuk ezekben az élethelyzetekben, ebben a 10-ben. Nem kellene, hogy a családtagod is tudja oldani a gátakat? És ha jobban megnézzük, maga a személyiségfejlesztő coach az nem elsősorban a szellemiségről szól, hanem arról szól, hogy hogyan oldjuk fel a saját gátjainkat. Érted? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszadom a szót a házigazdánknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Hú, de jó volt! Megköszönöm mesterünknek a mai képzését, és azt tanácsolom mindnyájatoknak, az új érdeklődőknek is, hogy minél előbb kezdjék el a tanulást nálunk, hogy felkészülve és tudatosan élve léphessenek az aranykorba, ahol békében, szeretetben és boldogságban élnek. Ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és várunk szeretettel a PPH-ban. Következő szeminárium 22. január 9-én, a heti előadások pedig minden szerdán 18 órakor és vasárnap 16 óra 30-kor kezdődnek. Mindenkinek jó tanulást kívánunk. Kis szünetet tartok, és már a mi előadásunkhoz azt mondom, hogy ugyan nem szoktuk értékelni mesterünknek így az előadását, de ma rengeteg sok megtapasztalásunk és tudatosságunk keletkezett. Az egyik dolog az, amire sokat hivatkoznak az emberek, hogy hát ebben korban én már nem akarom elkezdeni. Van itt közöttünk már jó pár ember, aki 40 éves, ugye? Ti azt mondjátok, már nem lehet ilyen korban elkezdeni a tanulást? Mondjátok? Ne, ugye? Szóval nincs, van PPH, van lehetőség, van hely, vannak barátok, van egy csodálatos, tudós tanítónk, csak le kell ülni, hallgatni kell, akár otthon a számítógéppel is csinálni. Nincsenek gátak, semmibe se. Az embernek van két keze, két lába, van feje, abban is van valami, és azt használni kell. Az egyik barátom mesélte, hogy az ő nagymamája 60 éves korában kezdett el kocogni. Minden nap 5 kilométert kocog. Most már 72 éves, és fogalmuk sincs, hogy merre jár. De hát erről egy kicsit, csak vidébe ennyit. A mi napunk is, szemináriumunk is ezzel véget ért. Jó volt veletek, szeretlek benneteket. Boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánjuk mindnyájatoknak, mindnyájunknak, jó egészséggel.